Milyen volt a karantén, hogy élted meg? Hát elég kemény volt ez az egész történet, de inkább az volt ugye a legrosszabb benne, hogy 10 napig be voltunk zárva a lakásba, és nem nagyon volt kihez szólni. Úgymond ez volt talán ebben az egészben a legnehezebb. Hála Istennek a különösebb probléma nélkül átvészeltük ezt az időszakot, és most már előre tekintünk, hiszen ez a múlt. Hála Isten, hogy visszatérhettünk a csapathoz, és csinálhatjuk azt, amit nagyon szeretünk, és most ez a legfontosabb. Milyen volt a fiúkat tévéből nézni? Elég érdekes volt, mivel ilyen szerintem a hosszas felfutásom során nem fordult elő, hogy a saját csapatomat a tévé előtt nézem. Szomszédaim szerintem nem is nagyon örültek neki, mert egy-egy szép megmozdulásnál volt egy kis üvöltözés és ugrálás, és tényleg nagyon büszke voltam a fiúkra, mert mind az idősebbek, mind a fiatalabb játékosok rendkívül mód oda tették magukat, nagy energiával játszottak, és tényleg nagyon büszke voltam rá. Hogy érzed magad? Sikerült ezt a 10 nap lemaradást visszahozni? Hát ugye nem volt túl zökkenőmentes ez a felkészülés, hogyha lehet így szépen fogalmazni, mivel amikor Szolnok ellenit játszottunk körben, de egy felkészülési meccset megsérült a térdem, és utána ki kellett hagynom, nem is emlékszem, talán 2-3 hetet is, úgyhogy külön edzéseket kellett csinálnom és rehabilitálni. Utána ugye visszatértem és rá egy hétre karantén, úgyhogy ott megint kiesett egy elég hosszú idő, és ugye most újra nekiállhatunk edzeni. Nem könnyű, biztos, hogy kelleni fog még egy-két hét, amire az ember elkapja ugye a ritmust és visszaszökken a normális kerékvágásba, de azon vagyunk, hogy ez minél előbb sikerüljön. És mit vársz a Kecskemét elleni mérkőzéstől? Hát nagyon bízom benne, hogy a csapat egyrészt el tudunk menni, és le tudjuk játszani a meccset, mivel én ezt már csak akkor hiszem, amikor feldobják a labdát, és tényleg játszhat a csapat. Ugye addig még van ugye 2 nap, amíg ez kiderül, és hát nagyon bízom benne, hogy le tudja a csapat játszani. Azt, hogy hogyan és milyen összeállítás van, azt ugye jelen pillanatban még nem tudjuk, de bízom benne, hogy ismét nagy energiával fogunk játszani, és teljesítjük azt, amit ugye az edzők kérnek, és ezáltal ugye győzelemmel tudunk hazatérni Kecskemétről. Nagyon bízom benne, hogy ez tényleg sikerülni fog, és ami a legfontosabb, le tudjuk játszani a mérkőzést.